köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Szent Anna és Sámuel gimnáziumban. Gyökeres Sándor igazgatóval beszélgetünk, hiszen az előbbiekben Szent Anna és Sámuelre emlékeztek, és megkoszorúzták itt a parkban a szobrát is. Szent Annai napok ezzel véget ért. Mi minden volt az idei Szent Annai napokon? A Szent Annai napok egy többnapos rendezvény és egy előkészületi munkálatokkal kezdődik. Ilyenkor iskolánk volt tanárainak a sírjait a környező temetőkben, akinél szükséges rendbe hozzuk, és egy nappal a koszorúzás, a szobor koszorúzása előtt a sírokra is viszünk koszorút. Megemlékedés jelleggel diákjaink egy külön szaktanáraink kíséretében erre kijelölt időpontban fölkeresik ezeket a sírokat és elhelyezik a koszorúikat. A második napon pedig a szobornál egy koszorúzás keretében emlékezünk meg iskolánk névadójáról, Szent Annai Sámuelről, aki 1912-től 33-ig volt a iskola igazgatója. A megye eléggé mély pontról sikerült fölhozni az iskolát, talpra állítani, és közben nagyon sok olyan példát is adott a személyes életével, ami azt hiszem, hogy ma is tiszteletre méltó. Minden évben pályázatot is ír ki az iskola alapítványa, most is láttuk, hogy nagyon szép munkák születtek. Ezt fontosnak tartják, hogy feldolgozzák a gyerekek nem csak a Szent Anna életét, hanem az iskolához kapcsolódó dolgokat is. Természetesen a Szent Annai Alapítvány egyik célkitűzése a tehetséges tanulók segítése. Ez anyagi segítséget is jelent, és jelent egy olyan segítséget is, hogy dolgozatot készítve, annak a formai követelményeit figyelembe véve egy kicsit az írásbeliség és az irodalomgyűjtés és különféle területeken az elmélyedésben segít őket, motiválja őket. És utána ezt megfelelő bírálók pontozzák, és ez alapján kerül megállapításra az eredmény. Itt azért láttuk, hallottuk a neveket, hogy vannak visszatérő pályázók, akik már több alkalommal indultak és sikerrel, de azért vannak a most kezdő diákok között is, a kisebbek is. Ez azt hiszem, hogy fontos, hogy legyen utánpótlás itt is. Így van, ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy mindig meg ki nevelődjön egy olyan tanulói réteg, aki hajlandó energiát fordítani arra, hogy valamilyen tudományhoz kapcsolódó munkát vagy feladatot lásson, elvégezzen, és ezeknek a dokumentációit elkészítse. Én még sok ilyen hasonló rendezvényt kívánok, és azt, hogy még ma tanév elején vagyunk, tehát ez mi csak most zárult le egy verseny, még a iskolai versenyek, meg az országos megyek ezután jönnek, hasonló szép sikereket ebben a tanévben önöknek. Köszönjük szépen, reméljük, hogy sikerülnek. Kérem, énekeljük a szózatot.